Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Arnold Petra vagyok. Bori által bemutatott kvantitatív kutatást kiegészítettük egy kvalitatív kutatással, és erről szeretnék most röviden beszélni. A kutatásnak célja volt a drogspecifikus ellátást nyújtó szervezeteknél dolgozó szakemberek véleményének és tapasztalatának a megismerése, ezzel megalapozva a fővárosi drogstratégiát. Sok mindent néztünk ebben a vizsgálatban, itt a főbb téma csoportokat feltüntettem, most arra nem lesz idő, hogy ezekről mind részletesen beszéljek. Úgyhogy az előadásban arra szeretnék fókuszálni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek nehezítik a kliensek ellátásba kerülését, a szakértők meglátása szerint. Ez egy mély interjús kvalitatív kutatás volt, de a szakértőket arra kértük, hogy töltsenek ki kisebb önkitöltős kérdőíveket is. A kutatásban való részvétel az anonimus önkéntes volt, 2023. február márciusában történt az adatfelvétel, ugyanúgy, ahogy a kvantitatív kutatás. A célcsoportot a fővárosi drogspecifikus egészségügyi és szociális szolgáltatók képezték, összesen 11 szakemberrel készítettünk interjút, az interjúkat azokat szó szerint leírtuk és tematikus elemzéssel elemeztük, induktív és deduktív kódolást alkalmaztunk. A minta kialakításánál törekedtünk arra, hogy ez heterogén legyen egészségügyi, szociális pillér, illetve ellátás típus mentén, tehát minden ellátás típus képviseltetve volt a mintában, illetve az interjúanyagok kiválasztásánál fontos szempont volt az, hogy olyan szakemberekkel interjúzunk, akiknek nagy rálátása van a terepre, és akik régóta dolgoznak ezen a területen. A kutatásban résztvevő interjúalanyok átlagban 31 évvel foglalkoznak drogbeteg ellátással, úgyhogy valóban olyan mintát sikerült kialakítani, akiknek nagy tapasztalata van. Az eredményeket 6 téma köré csoportosítottuk, ezt láthatjátok a dián. Én ezt most nem is olvasom föl, mert ezen témák mentén mutatom be az eredményeket a következőkben. Mindegyik dián szerepel interjúidézet, hogyha tudjátok, olvassátok el, hogyha nem, akkor majd a végén mondom, hogy hol érhető el a tanulmány, és akkor ott is lehet interjúidézeteket olvasni. Tehát az első nagy ilyen problémakör, amit azonosítottunk, ez a politikai és jogi akadályok. Majdnem mindegyik interjú alany említette azt, hogy a politikai környezet nem támogató, a döntéseket nem a szakemberek bevonásával hozzák meg. Nagyon sok interjú alany említette azt, hogy a hatékony szakmai munkavégzést hátráltatja azt, hogy sokszor az valamilyen törvényhozáshoz vagy szabályozási rendszerhez van kötve, tehát nem feltétlenül a szakmai indokoltsága az, ami meghatározó. Volt, aki említette, hogy nehézséget jelent a szakmán belüli politikai megosztottság, illetve volt, aki a politikai nyomásgyakorlást emelte ki, ami tulajdonképpen az első két ponttal is összefüggésbe hozható. Gazdasági és financiális akadályok a másik problémakör, amit azonosítottunk. A kutatásban résztvevő interjúalanyok mindegyike hangsúlyozta, hogy a terület az alulfinanszírozott, hogy a pályázati források beszűkültek. Ez leginkább a szociális szférát érinti, mert hogy ők leginkább pályázati forrásokból működnek, de ugyanúgy az egészségügyi ellátáson belül nehézséget jelent az, hogy a pályázatok azok korlátozottan vagy egyáltalán nem elérhetőek. Sok interjú alany említette a szakemberek alacsony bérét, néhányan rávilágítottak az egészségügyi és szociális szféra közötti bérkülönbségre, ami amiatt nehézség, mert a szociális szférában sokkal nehezebben tudnak így alkalmazni pszichiátert, meg klinikai szakpszichológus, mert nem tudják felvenni a versenyt az egészségügyi szféra béreivel. Többen említették az ellátás fizikai tereihez köthető korlátokat, hogy kevés a szoba, kicsi a szoba, vannak eszközök, amiket jó lenne beszerezni, de nincs erre anyagi fedezet. És volt, aki említette az egészségügyi finanszírozás rendszerét, hogy ez így önmagában nem teljesen jól működik, mert hogy az addiktológiai betegek ellátása az költség és időigényes, de kevés pont jár érte, tehát tulajdonképpen az egészségügyi ellátórendszerek nem éri meg az addiktológiai betegek ellátása. Kulturális társadalmi akadályok is megjelentek az interjúalanyok percepciójában.
jóformán mindenki úgy gondolja, hogy a média stigmatizáló, szenzációhajhász, nem szakszerű, nem szakszerűen tálalja az információkat. Erről készítettünk is egy médiaelemzést, arról láthatok kint egy posztert, hoztunk eredményeket. És nagyon sok szakember említette azt, hogy a média úgy egyébként egy kiváló platform lehetne arra, hogy a társadalmat érzékenyítse, hogy információkat szolgáltasson a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, és hogy így a klienseket elérje. A társadalom attitűdje tekintetében is nagyon hasonló véleményeket tapasztaltunk a szakértők körében. Azt gondolják, hogy stigmatizáló, sztereotípiákban gondolkodik, a tudatlanság jellemző a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a kliensek vagy a addiktológiai problémával küzdők nem mernek elmenni a ellátásba. A szervezeti akadályokon belül két csoportot azonosítottunk, az egyik az a humán erőforrással kapcsolatos problémák. Mindenki említette az általános szakemberhiányt, ami részben a forráshiányra vezethető vissza, részben pedig arra, hogy kevés a szakspecifikus végzettséggel rendelkezők száma, tehát a pszichológusok, pszichiáterek körében nem annyira népszerű terület az addiktológia, és hogy jó lenne, hogyha lennének még ilyen szakemberek. Többen említették nehézségként a kiégést, a szakemberek többletterheit, túlzott adminisztrációt, amelyek szintén hátráltatják a szakmai munkavégzést, és kapacitáshiányt eredményeznek. Azonban az interjú alanyok közül sokan említették azt, hogy azok a szakemberek viszont, akik a területen vannak, ők nagy szakmai felkészültséggel bírnak, és széles módszertani palettával dolgoznak, és hát nagyon jó lenne, hogyha lennének még ilyen szakemberek a területen. A másik problémakör, amit azonosítottunk a szervezeti akadályokon belül, az az ellátórendszer hiányzó láncszemei. Itt a szakértők a bentlakásos járóbeteg ellátáson belül a speciális csoportokra irányuló programokat hiányolják, a detoxikálókat, illetve azt említették, hogy jó lenne, hogyha lenne több lehetőség a kettős diagnózisú kliensek ellátására, ami jelenleg ugye Nyírőben van például, tehát korlátozottan elérhető, de nagyon jó lenne, hogyha több lehetőség lenne erre. Az alacsony küszöbű ellátáson belül a szakértők a hiányzó láncszemnek a drop-int azonosították designer szerhasználók számára. Jó lenne, hogyha lenne több megkereső munka, jó lenne, hogyha lenne tücsereautomata, busz, és jó lenne, hogyha parti szervész az nem ad-hoc módon működne, hanem egy rendszeresen elérhető szolgáltatás lenne a szórakozó helyeken. Tehát a hiányzó látszemek és a kapacitás hiány együttesen azt eredményezi, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszerben egy folyamatos várólistával kell szembesülnünk. Az ellátóhelyek kapcsolódásait említették még az interjú alanyok, ez a szakmai együttműködés hiányára vagy akadályozottságára utal, ami eredményezhet kliens delegálási nehézségeket, de a kliens továbbirányítás nehézsége fakadhat abból is, hogy kapacitás hiány van, vagy hogy kevés ellátóhely van, de ugyanúgy jelentkezhet kliens oldalról is, hogy a klienseknek nincs elég információja arról, hogy milyen ellátóhelyek vannak, vagy tanácstalanok, hogy hova is lenne jó menni, és emiatt végül nem mennek el sehova. És volt, aki említette a kliens visszatartás jelenségét, hogy ez egy létező probléma, és hogy emiatt nem kerülnek tovább irányításra a kliensek. És akkor végül a személyes és szociális akadályok, amelyek említésre kerültek még az interjú alanyok által, ezek jellemzően a kliens populáció sajátosságából fakadó akadályok. Itt három főt emeltek ki, egyik az a belső motiváció kialakítása és fenntartása, ami különösen nehéz ebben a populációban, és hát a folyamatos várólista az nem segíti a helyzetet. A terapeuta-kliens kapcsolat nehézségei, ez is kifejezetten az addiktológiai betegekre jellemző, hogy nehezebben köteleződnek el, nehezebb velük együttműködni, és a családi rendszer szintű problémák kerültek még említésre, amelyek szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kliensek nem jutnak el ellátásba, vagy hamar lemorzsolódnak. Vizsgáltuk azt, hogy
hogyan változott a strukturális tényezők helyzete az elmúlt 10 évben a szakértők meglátása szerint. Itt egy önkitöltős kérdőívet kellett kitölteniük. Most nem beszélek hosszan, csak a lényeget emelem ki. A szakértők többsége úgy látja, hogy a politikai környezet, a finanszírozás, a szakemberhiány és a kiégés az rosszabb lett az elmúlt 10 évben. És a szakértők többsége úgy látja, hogy nem változott, vagy jobb lett a belső értékelések, monitorozás, szupervízió, a továbbképzés, illetve a szervezetekkel való együttműködés. És akkor végül összegzés és konklúzió. Kutatási eredményeinket nemzetközi kontextusba is helyeztük, tehát megnéztük, hogy mit mond a nemzetközi szakirodalom, hogy mi a helyzet a többi országban, és azt tapasztaltuk, hogy a többi országban is nagyon hasonló tényezők akadályozzák a kliensek ellátásba kerülését, tehát azt mondhatjuk, vagy úgy tűnik, hogy ezek, amiket itt tapasztalunk, az nem feltétlenül egy hazai sajátosság, hanem valószínűleg ez az addiktológia területének a specifikuma, úgyhogy ez egy fontos megállapítás. A másik fontos megállapítás, hogy összevetettük eredményeinket egy korábbi hazai kutatással, Erdős és kollégák készítettek szintén egy kvantitatív és kvalitatív kutatást szakértők körében, és ők is azt nézték, hogy a területen milyen nehézségeket, problémákat lehet tapasztalni, és a szakértők 6 évvel ezelőtt jóformán ugyanezeket a nehézségeket említették, tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 6-7 évben jóformán nem történt semmi változás ezen a területen, tehát a politikai környezet továbbra sem támogató, továbbra is alulfinanszírozást tapasztalható, továbbra sem vonják be a szakmát a döntéshozatalba, a média stigmatizáló, a társadalom kirekesztő, továbbra is jelen van a szakember hiány, a kapacitás hiány, a hiányzó láncszemek, a hosszú várólista és a kliensdelegálási problémák. Tehát nem mondok újat, hogy egy mély rendszer szintű problémát tapasztalhatunk az addiktológiai ellátásban, aminek az orvoslása az nem egyik napról a másik napra történik, hanem egy hosszabb távú folyamat és egy komplexebb beavatkozást igényel. És hát a végén mit lehetne tenni? Szép szavak. Jó lenne, hogyha bevonnák a szakértőket a döntéshozatalba, jó lenne, hogyha lenne egy kiszámíthatóbb anyagi és jogszabályi környezet, jó lenne, hogyha lennének olyan programok, amelyek a társadalom és a média munkások érzékenyítésére fókuszálnának. Az ellátóhelyek kapcsolódásain úgy lehetne javítani, hogyha létrehoznánk egy online elérhető információs adatbázist, ami napra kész információkat szolgál a különböző ellátóhelyekről, szolgáltatásokról, és ez a kliensek és szakértők számára is elérhető lenne. És hát jó lenne nagyobb hangsúlyt helyezni a prevenciós programokra, mert így a potenciális alanyok nagyobb esélye juthatnak el az addiktológiai ellátásban. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Nemrég jelent meg a cikkünk az Esély folyóiratban, úgyhogy ott tudjátok ezt a teljes anyagot olvasni, illetve a teljes kutatási anyag, hogyha jól tudom, akkor a Fővárosi Önkormányzat honlapján elérhető. Köszönöm.